Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videómban pedig elhoztam egy tanulságos kisfilmet méghozzá a Dharma nevezetű csatornáról. Szerintem ez még így nyári szünet előtt pont belefér, ugyanis az a címe, hogy csalt a matek dolgozatán, és ennek az egésznek sokkoló vége lett. Hát rettentően kíváncsian várom, hogy mégis mi lesz itt. Elkezdtem egyébként összeirogatni a nyári videó ötleteket, és mi lesz itt? Készüljetek fel, én azt mondom, na de akkor kezdjünk is bele. Na meg is érkeznek a harcosok a csatába, hogy megírják a matek dolgozatot. Hát nem túl lelkes a tag, maradjunk annyiban. Hogyha nem mész át ezen a vizsgán, akkor meg fogsz bukni. Hát akkor nagyon, de nagyon sok múlik neki ezen. Hát csak nem fog megbukni, és csak készült erre az egészre, bárhogyha készült volna, akkor mégis miért puskázna? Nem értem. Képes vagy rá? Mi hiszünk benned. Meg tudod csinálni. És ketten fogják ezt csak írni? Nem, az egész osztály. Írja. Tuti, hogy majd... Hey nerd, don't trip! Ez a gyerek fog segíteni neki, de hát ezek után nem hinném, de haver, miért vagy ilyen bunkó? És miért alázol meg bárkit is? Szegény srác. Nagyon, de nagyon remélem, hogy legalább valaki oda fog menni. És fel fogja őt segíteni, de hát senki sem ment oda, és mindenki csak kinevette. Class, settle down. És lehetséges, hogy a végén majd még... Ez a srác fog neki segíteni? Hát ki tudja, bármi benne van ebben az egészben, az biztos, hogy egymás mellett ülnek. Fú, te! Hogy van amúgy ehhez pofád? Előbb alázod meg, meg gáncsolod ki, most pedig már egyből a segítsége kéne? Vagy mégis mi? Szükségem van a válaszokra. Nem, én ezt nem tehetem, az csalás lenne. De lenne már legalább annyi eszed, hogyha komolyan segítségre van szükséged, akkor előtte ne csinálj ilyet. És fogd vissza magad. Fú, te felidegesít. És rendes, megfenyegeti a csávót, hogy nincsen más választásod, segítened kell nekem. Fine. Jó, rendben van. I just want you to know. Csak szeretném, ha tudnád, hogy ha csalsz, akkor sohasem jutsz előre. Hát figyeljetek, ezzel azért én tudnék vitatkozni, de a tisztesség az mindennél többet ér, és azt nem vettik el tőled. Ez úgy hangzott, mint hogyha egy kocka mondta volna. De érted, még most is bántja meg minden, ahelyett, hogy legalább jó fej lenne vele. Ugyanis, hogyha át fog menni, az nagy esélye a srácnak köszönheti majd. De tuti, hogy lesz itt valami csavar. Lehetséges, hogy kamu válaszokat ad meg neki. De csak nem. Azért annyi esze csak volt, hogy nem egy az egyben másolt le mindent, ugyanis valljuk be, az eléggé feltűnő tud lenni. Egy jó tanács, egy kicsikét folyamatosan változtassa dolgokon. És néha roncsál is. Akkor nem lesz annyira gyanús. Én is úgy csináltam mindig, mármint akarom mondani, egy ismerősöm is úgy csinálta még annó. Na de akkor osztják is ki a srácnak a dolgozatát, és ott is van, 100%-os lett. Na de most már csak az a kérdés, hogy vajon a csávónak hány százalékos lesz, aki... Bukásra áll. Gyere csak, oda ugyanis a te dolgozatod az asztalomon van. Tudja, hogy a tanárnak gyanús lett valami, és lehetséges. Jaj, ilyen már velem is voltam úgy. Hogy a tanárral együtt meg kell oldani a dolgozatot, hogy valójában ő csinálta-e.
és ha azt ott nem fogja tudni megoldani, az bizony kellemetlen lesz, nem is kicsit. And I'm especially proud of Frankie, who scored a perfect 100. Nem már. And Billy, of course, who got all of the same answers as Frank. Hogy lehetsz ennyire, de ennyire idióta, srác? Pontosan minden válasznál ugyanazt jelölte be, mint a kitűnő tanuló, és neki is 100%-os lett a dolgozata. Hát akkor most, haver, oldd meg a táblán azokat a matek egyenleteket. Ha ennyire okos vagy, és ennyire képben vagy. Tapsoljuk is meg. Mennyire rosszul érzi magát a srác egyébként. De nem sül le az arcodról a bőr, hogy... De komolyan képes voltál ezt beadni, és azaz, a tanár mondja is neki, hogy mivel ilyen jól írtad meg a dolgozatodat, kérlek, oldd meg a táblánál, és mutasd meg a többieknek, hogy mégis mik lettek volna a helyes válaszok. Egyébként... Amikor engem így kihívtak, én mindenre tudtam válaszolni vicc nélkül, és mondja is a csáv, hogy hát inkább a Streber gyereknek kéne ezt megoldania. Én azt szeretném, hogy te old meg. Mennyire, de mennyire égő ez. Léci, haver, legalább valami csak megragadt a matek órákról, és valamit csak fogsz tudni alkotni. Hát ezen múlik, hogy meg fogsz-e bukni, vagy pedig sem. Mégis mi a baj? Hát... Nem tudom így most hirtelen fejből. Vagy lehetséges, hogy te egyáltalán nem tudod az egyik válasz sem. Hát ez a tanárnő nagyon, de nagyon penge, és átlát a srácon. De értitek, ha nem ilyen gyanúsan csinálja, és mondjuk elér egy 60%-ot, akkor nem lett volna feltűnő, ugyanis csak át kellett volna mennie ezen a teszten. De miért 100%-kal akartál átmenni? Na. I created two versions of the exam. Éppen kérdezni akart, hogy mégis mivel bukott le. Az a probléma, hogy volt A meg B csoport, és nagy eséllyel a mellette ülő csávó A csoport volt, ő pedig B. They both have all the same questions. És mégis... The difference is, I changed the order of all of the answers. Jaj, szegény csávó! Az a fej, amikor realizálja. De érted, annyi nem volt benne, hogy legalább elolvassa a kérdéseket, és próbálja összehasonlítani, meg így logikázgasson rajta. Szégyeld amúgy magad. Komolyan annyi nem volt benned, hogy készülj, amikor tudod nagyon, de nagyon jól, hogy ezen múlik minden. Hát mi fontosabb dolgod volt ennél? És most komolyan meg fogsz bukni a végén. You scored a perfect zero. 0% lett így a dolgozatod. No, 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 there has to be some mistake. Please. Azért... I have to pass this class. Nagyon, de nagyon szerencsétlennek kell lenni hozzá, hogy így egy választ se találjál el. Hát értitek, hány opció volt? 3? És még egy se jött be neki. Át kell mennem. Hát, azelőtt kellett volna ezen gondolkodni, hogy csaltál a dolgozaton. Hoppá, hoppá! Az egyetlen dolog, amit kapni fogsz, egy igazgató irodába való behívás. Menjél! De nem, már ilyen szomorú lesz ennek a vége. Hogyha csaltok, akkor sohasem juttok előre. Vannak azért kivételek, de általában ez így van.
Ezért is szabad mindig tisztességesnek lenni. És sohasem csalni. És jön is a kitűnő diák, és megmutatja az osztálynak, hogy mégis hogyan kellett megoldani a feladatokat. Na de akkor ennyi is lett volna ez a történetünk. Jó pofa kis sztori volt, de én őszintén szólva nem gondoltam volna, hogy komolyan ilyen szomorú lesz ennek az egésznek a befejezése, de hát a srác saját magának intézte ezt az egészet, és szembe kell néznie a következményekkel. Ugyanis értitek, egyetlen egy dolga lett volna, hogy készüljön, és nem volt erre képes, és hát most ezért évet kell ismételnie. Jó kis tanulsága volt ennek a történetnek, hogyha bejött nektek, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, hogyha pedig még esetleg nem nyomtátok volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tegyétek meg. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan egy újabb videómban, addig is, szevasztok!